A képzettség a 21. század valutája. Az oktatással együtt ezek a faktorok formálják társadalmunk és gazdaságunk jövőjét. Ön hogy áll ezekkel? Köszöntöm a Real Economy-ban. Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan változhat a munkavilágának közeljövője. A kérdésnek kollégánk Franciaországban járt utána. Le Havre-ban vagyok, egy gyárban, amely repülőgép motorokhoz gyárt speciális alkatrészeket. Innovatív, digitális technológiát alkalmaznak. A munkások képzettsége egyre magasabb szintű. Ugorjunk át fejest az ipar 4.0-ba. A Világgazdasági Fórum becslése szerint 2022-re a munkavállalók több mint felének át vagy újra kell képeznie magát. Fabrice önként jelentkezett képzésre, ami már most is hatással van a munkaidő beosztására. Amikor mi kézzel végeztük ezt a munkafolyamatot, nagyon fárasztó volt, és egy munkanap háromnegyedét vette igénybe. A robotokkal mindez negyedére csökkent, és a munka is sokkal pontosabb. A digitális technológiának köszönhetően csökkennek az ipari cégek költségei, a hatékonyság pedig növekszik. Ez kulcsfontosságú a cégek versenyképességének szempontjából, de a mérnöknek tanuló munkás Mikál és mentora Nikola számára is. Nem mindenki dolgozik új technológiákkal, én viszont kiterjesztett és virtuális valóságban dolgozom, ami még nem közismert a világiparban. A szól ennek az új munkakörnek a bevezetése mellett, hogy egy mérnök ne csak a mechanikai és gyártási aspektusokat ismerje, hanem legyen birtokában digitális képzettségeknek is. Nekünk ez kulcs a jövőhöz, mert az új technológia elsajátításával képzettebbek és versenyképesebbek leszünk. Az új munkametódusnak köszönhetően a gyár 200 új motort 15 év helyett 3 alatt képes leszállítani. Az automatizálás azonban felveti a kérdést, hogyan változik meg a jövőben az emberi munkaerő szerepe. Erről a HR igazgató beszél. Ennek pozitív változásnak kell lennie, és úgyis kell rá felkészülni. A jövő gyárainak ipari eszközei arra sarkalják a munkavállalót, hogy a hozzáadott értékekre fókuszáljon. Ez lesz a markáns különbség a jövőbeni és a jelenlegi aktivitásaink között, és ez lesz az, amivel növelni tudjuk a hatékonyságunkat. Az új technológiák folyamatosan és gyorsan fejlődnek, de a munkások képzettsége hogyan tud lépést tartani a munkaerőpiaci követelményekkel? Lyonban Álbán egy 19 ezer alkalmazottat foglalkoztató céget irányít, amely ezzel a problémával foglalkozik. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyre még nem találtuk meg a választ, mégpedig azért, mert nagyon sok mindent figyelembe kell venni és tesztelni. Beszélhetünk akár a fogyasztók és ügyfelek szokásairól, igényeiről, illetve egy sor olyan témáról, mint az innováció vagy a belső fejlesztés. Potenciálisan ezek mindegyike új munkahelyet teremthet. Az EU-ban a munkanélküliség 6,5%-os volt idén februárban, ami jó ideje a legjobb adat. De 16 millió ember még így is munkanélküli. A világon új folyamatok alakítják át a munkát és a munkaerőpiacot, melyekre egyaránt hatással vannak a technológiai fejlődés, a klímaváltozás, a demográfiai folyamatok, vagy a globalizáció is. A Földön 190 millió ember munkanélküli, akiknek közel egyharmada fiatal. 300 millió munkás szegénységben él, keresetük naponta kevesebb, mint 1,70 €. 2 milliárd ember informális gazdaságban él. 2016 és 2017 között a keresetek növekedése visszaesett 2,4%-ról 1,8%-ra. A nők a férfiaknál átlagban 20%-kal kevesebbet keresnek. Az új kihívások miatt 2030-ra 344 millió új munkahelyre lesz szükség. Thank you.
Az előzőekben vázolt kihívásokról kérdeztem az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztosának véleményét. A legtöbb gondot a képzetlenség okozhatja. Európában közel 70 millió embernek még csak alapvető digitális jártassága sincs, ami nagyon nincs rendben. Sok a betöltetlen munkakör, ezért több és magasabb színvonalú képzésre, tréningre lenne szükség. Az oktatás színvonalának emelése szintén létfontosságú a munkaerőpiaci igények kielégítése szempontjából. Ahogy a foglalkoztathatósággal kapcsolatban mindig mondom, ez nem egy szitok szó. A folyamatnak, miután az emberek iskolába járnak és megméretik magukat a munkaerőpiacon, a lehető leggördülékenyebbnek kell lennie. Hogy lehet hatékonyan biztosítani, hogy az emberek megszerezzék a szükséges képesítéseket? Arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy tartsanak önvizsgálatot és tegyenek erőfeszítéseket. Készen kell állniuk az élethosszig tartó tanulásra. Az előttünk álló években akár egyetemre, akár főiskolára, vagy más diplomát adó iskolába járt. A papírok megszerzése után senki sem mondhatja azt, hogy megcsináltam, vége. Nem, egész életünkben folyamatosan tovább kell képeznünk magunkat. Ebben persze a kormányoknak, a társadalmi szervezeteknek is meg kell, hogy legyen a maguk szerepe. Megfelelő lehetőségeket kell kínálni az embereknek, hogy át vagy tovább képezhessék magukat. Azt kérjük hát a tagállamainktól, biztosítsanak versenyképes második esélyt az embereknek, illetve, hogy egy felfrissített vagy egy megszerzett új képzettség megfelelően dokumentálva is legyen. Figyelembe véve a globalizációt, hogyan lehet a legjobban kihasználni az Európai Unióban rendelkezésre álló lehetőségeket? Európaiként készen kell állnunk a vezető szerepre, és hogy ne exportáljuk minden termékünket, szolgáltatásunkat és értékünket. A világ más részein élők úgy tekintenek Európára, mint olyan helyre, ahol jól lehet élni. Az itt élőknek lehetővé kell tennünk, hogy ez a jövőben is így legyen. Ami a termékekről, szolgáltatásokról szóló kereskedelmi egyezményeket illeti, ezek mellett biztosítanunk kell azt is, hogy legyenek megfelelő egyezmények a környezetvédelemről, a szociális biztonságról, a foglalkoztatottságról, vagy a munkások igényei tiszteletben tartó munkafeltételekről. A képzettség fejlesztése, az új technológiák, a digitalizálás alkalmazása mellett tehát az uniós biztos szerint fontos az életszínvonal megtartása vagy emelkedése is. Thank you.